Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Az első kérdés, mi az ő gondolata, mit tervez. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a gólya jelenti a változásokat. Tehát szeretne valamit megváltoztatni az életében. Itt vannak kapcsolatok. Ez fontos számára. Ez lehet a baráti kör, vagy lehet kereskedelmi kapcsolat is. De itt ebben a környezetben szeretne ő megváltoztatni valamit. Én úgy gondolom, hogy itt arról van szó, hogy korábban mindent megbeszélt másokkal, most változnak a dolgok, ő egyedül hozza meg a döntéseket, és nem beszél erről. A második kérdés, hogyan érzi magát? Bizony, benne van ebben az arany kalitkában. Ez lehet a munkahely, lehet még egy párkapcsolat, ahol ő fogva érzi magát. Számára fontos, hogy legyen meg a szabadság, hogy ki tudjon lépni ebből az arany kalitkából. Itt ez a főpap segíteni fog, hiszen megvan a hite, hisz abban, hogy ez sikerül. Ez a kép jelentett kereskedelmi kapcsolatokat. Lehet, hogy ott vannak szerződéseken miatt fogva érzi magát, szeretne valamit változtatni, és itt megvan a hite, hogy ez sikerülni fog. Mit fog tenni? Itt ez a horgony jelenti egyrészt azt, hogy ebben a párkapcsolatban ő le akar horgonyozni. Tehát egy biztos párkapcsolat. A horgony jelentheti a munkát, a hivatást is, és én úgy gondolom, itt lesznek majd változások. Itt a térkép a háttérben jelent külföldi kapcsolatokat vagy utazást. Tervez veled egy utat. Mi fűz össze benneteket? Itt a nap megvilágít valamit, tisztázódnak a dolgok, azon kívül jelenti a vonzalmat kettőtök között. Azt is, hogy a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, ő látni akar téged. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!